Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát? És mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata? Mit tervez? Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. A hold, az jelentheti az anyukáját, és a madarak a beszélgetéseket, tehát keresi a kapcsolatot az anyukájával. A hold, az jelentheti az ő álmait, vágyait, elképzeléseit, és mi az álma? Beszélni akar veled. Amit a kártyák még jelenthetnek, hogy így valaki a háttérben, titokban cseveg róla vagy rólatok, mivel ez megjelenik az ő gondolatában, ennek ő tudatában van. Hogyan érzi magát? Tulajdonképpen nagyon jól, hiszen a nap megvilágít valamit, átlát a dolgokon, megvan nála ez a magabiztos kisugárzás, tudja, hogy mit akar, akkor is, ha nem beszél nyíltan róla, és itt a csillagok szerencsét hoznak. Ő érzi azt, itt lesz egy szerencsés fordulat, tisztázódnak bizonyos dolgok, amit itt a nap még jelenthet, láthatóvá tesz valamit vagy valakit, és ez azt jelenti, ő látni akar téged. És mit fog tenni? Itt lesz egy hír, jelentkezni fog, és ő áll a középpontban. Minden úgy lesz, ahogy ő ezt tervezi. Azt is jelenthetik a képek, hogy vannak nála elvárások, hogy te meghívd őt, hiszen itt látjuk azt, hogy látni akar téged. Az is lehet, hogy ez a levél utal bizonyos szerződésekre, és ő beszámol erről. Mi köt össze benneteket? A ház. Ez lehet egy közös otthon kiépítése. Vagy azt is jelentheti, hogy otthonról dolgoztok, és itt kialakul valami, mint például egy közös tevékenység. Az alapok megvannak ehhez. Ez a kép jelent egy stabil párkapcsolatot is. A ház itt jelenthet egy otthont, vagy egy közös otthon kiépítését, utalhat egy stabil párkapcsolatra, vagy jelenti a családi kapcsolatokat. Például a szülői házat, hiszen a hold jelentheti az ő anyukáját, vagy a te anyukádat is. Itt lesznek fontos beszélgetések, kitisztul valami, itt van a szerencse, fontos vagy számára, megjelenik az életedben, lesz egy hír és egy stabil helyzet, a ház és a levél jelenthet szerződéseket is. És itt ingatlanról van szó. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.